Ravasz László néhai püspök úr szavaival szeretném köszönteni a megjelenteket, és idézni tőle egy szép írását. Új vakmerő tanítása a Bibliának, hogy senki sem él magában, és senki sem hal magában. Isten nem akar kiszakítani a nagy emberi közösségből. Szőlőfürtnek teremtette az egész emberiséget, és együtt élteti, és együtt szüreteli. Sorsunk nem külön-külön, és egyenként dől el. Az, hogy hogyan élünk, mi van velünk, milyen a kenyerünk és a borunk, milyen a becsületünk, a békességünk, a lelkünk harmóniája, mindez az egész közösségtől függ. Mi együtt állunk, és együtt esünk. Ha valaki habzsol, dőzsöl, szórja a pénzt, és elhambasztja a munkával termelt értékeket, egy csomó gyermek nem fog megszületni, és sok magyar csecsemő cserepes ajkára nem jut édestej az anyai emlőkből. Isten ezzel a nagy világ összefüggéssel tart, vagy elveszít, megöl, vagy megment, az szerint, hogy mire használjuk fel, egymás ártalmára, vagy egymás szolgálatára. Ha gyűlölködünk, tör és háború lesz, amely megfojt. Ha szeretjük egymást, az életnek titokzatos erezete, amely őriz, táplál és megtart. Még tovább megy a Biblia tanítása, és egészen vakmerő dolgokat mond, amikor látja az éhezőt, az elhagyatottat, a mezítelent és a beteget, az a csodálatos dolog történik, hogy Krisztus odaáll melléjük. Ráteszi vállukra a kezét, és ezt mondja, valamit tesztek ezekkel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem teszitek azt. 12. alkalommal állunk itt, ez alatt az évek alatt 150 alkotást vásároltak meg a budakeszi műkedvelők, és ebből több mint 2 millió forint gyűlt össze az évek alatt, ennyivel segítették a budakeszi nélkülözőket. Köszönet jár ezért a Keszi Árt művészeinek, a művészetpártoló vásárlóknak, és köszönet a támogatásokat eljuttató budakeszi református egyházközségnek és a budakeszi katolikus karitásznak is. Önökkel együtt erősebb budakeszi közössége, és Budakeszit pedig csak az összefogás viszi előre. Mindig öröm, minden évben, amikor itt elkezdjük szinte az adventi időszakot, mindig ez a kiállítás az, ami megint megkezdi ezt a nagyon szép, különleges időszakát az évnek. Ahogy Márai Sándor is írja, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség. Ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni. És valóban így van, mert csoda az, hogy ebben az időszakban többet lehetünk együtt a családunkkal, és ha valakihez a valahová tartozás érzése sokkal erősebb. Valahová tartozás, hiszen nagyon szerencsések vagyunk, hogy akár ehhez a gyülekezethez is tartozhatunk. Ez az érzés, azt hiszem, a karácsonynak az igazi ajándéka. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az érzést érezzük meg idén is. Thank you.
Annak idején, 11 évvel, mert ugye a kronológiában is az a baj, hogy Krisztus 30 évesen került a keresztre, de ha beleszámítjuk a kronológiát, akkor 0 év nincs a kronológiában. Tehát ez a 12. kiállítás, de 11 éve hoztuk ezt létre, mégpedig a civil kezdeményezésnek egy formájában, amely során fölmértük azt, hogy Budakeszin legalább annyi művész és művészettel kapcsolatban álló építész, építőművész él, hanem több, mint Szentendrén. Tehát Budakeszinek, ha kimondva, kimondatlanul súlya van a művészeti jelenlétben, a művészeti életben való jelenlétben, és hát kellett egy indító szó, ami összehívta a Budakeszin élő művészeket, hogy megmutassák az alkotásaikat. Hogy ennek a kiállításnak, illetve ennek a kiállítás sorozatnak mi a jelentősége, azt fölmérhetjük azon, hogy ezekre a kiállításokra a kiállító művészek mindig nagy szorgalommal és lelkesedéssel készültek, és ennek következtében a látvány az mindig emelkedő szintet mutatott, tehát büszkén állhatunk itt ebben a kiállító térben, és büszkén vállalhatjuk művészeink munkáit. És ha már a kiállító térről van szó, akkor mindenképpen meg kell köszönjem a Református Egyházközség nagylelkűségét, amely évről évre biztosítja ennek a kiállításnak az elhelyezését és létrejöttét. A civil szerveződéseknek az a jelentősége, hogy megmutatja a polgárokban meglévő önszorgalmat, és a polgároknak az irányultságát, tehát nem valamiféle föntről irányított gezamtkultúrát kell elképzelnünk, ami életképes és továbbmutat, hanem a meglévő, az emberekben, az egyénekben meglévő társadalmi akarat nyilvánul meg ezekben a civil szerveződésekben. Talán messzire mentem a művészet mezejétől, és hát be kell valljam, hogy én múzeumi ember voltam, tehát tulajdonképpen nem igazán művész, de Szentendrén megtapasztaltam, hogy a múzeumnak milyen szerepe van a művészi társadalom összefogásában, és a művészi társadalom megnyilvánulásainak a kifejezésében. Természetesen nem tartom magamat művészettörténésznek, noha elkalandoztam annak idején a művészettörténet egyes mezejére, hát most mégis megpróbálok egy kis ízelítőt adni a, mondjuk ki először, a budakeszi művészetről. Hogy kik is ezek az alkotók, és milyen alkotásokkal vesznek részt, azt itt láthatjuk, különféle irányzatok, különféle irányultságok jutnak kifejezésre, de mégis egy akaratot tükröznek. Talán a legsúlyosabb műfajt ebben a kiállításban a geometrikusok képviselik. Tudjuk jól, hogy ez a geometrikus stílus valahogy a francia kubizmus talajáról ered, habár magyar közvetítése nem közvetlenül kapcsolódik áttételesen,
és összefügg a nagybányai művésztelep alkotóinak Szentendrére költözésével, illetve a szentendrei művészet kialakulásával, és hát ott Barcsai Jenő nevéről mindenképpen meg kell emlékeznünk. De persze az egyéniség és az alkotás az meghozza azt a lehetőséget, hogy mindenki a saját elképzeléseinek és egyéniségeinek megfelelő alkosson. Koppány Attila inkognitója a erős, domináns színekbe betörő fekete területtel sejteti, hogy itt valami olyan dologról van szó, ami ebben a képben inkognitóban jelenik meg. A geometrikus stílus képviselői mellett azt lehet mondani, hogy egy dekoratív színeffektusokkal dolgozó stílus is képviseltetve van ezeken a falakon, és itt Balassa Júlia, Fehér Irén és Nagy Imola alkotásait kell szemlélnünk, amely alkotások a forma és a szín együttműködésével jöttek létre. Hát nem szeretnék most belemenni a technikai bonyodalmakba. Fogadjuk el, hogy az ő általuk megisletett címek, azok fedik az alkotásoknak a mondani valóját, illetve a kifejezést, a mondani valót és azt, amit a művészek ki akartak ezzel fejezni. Azonban a művészetben még nem csak még, hanem az elvontabb, konstruktív irányzatok mellett a, mondjuk így, a szemlélőnek könnyebben érthető, vagy a szemet könnyebben gyönyörködtető alkotásokkal is találkozunk. Így elsősorban a tájképek és a csendélet, tehát itten a Rumi Rózsa, Kósa János, Szilágyi Dóra, Kerezsi Éva Mária, Kajpel Emília és Turcsány Ottilia alkotásaival van szó. Itt meg kell említeni, hogy a budakeszi művészeti alkotók között többen vannak, akik eredendően restaurátorok, tehát nem abban az értelemben vett művészeti alkotók, amely értelemben általában a művészeket, főleg a francia impressionisták óta elképzeljük. Tehát ő bennük van egy bizonyos szolgai lelkület, amelyik képes az egykori korok művészeti alkotásainak a hű visszaadására. Itt láthatunk Mésző Zsófiától, ugye Filippo Lippinek, illetve egy ismeretlen 14. századi szerzőnek az alkotásait. Nagyon sokan segítették a háttérből, és közvetlen munkájukkal azt, hogy ez a kiállítás ebben a formában így elkészülhetett. Úgy érezzük, hogy ezt a hagyományt, amit 12. alkalommal rendezünk meg, érdemes folytatni. Valahogy az ember ilyenkor egy kicsit már kezd befelé fordulni, ugye közeledik az advent, és az ember nek valamilyen lelki szüksége van arra, hogy egy picit távolabbra is tudjon tekinteni. Különösen ebben az időszakban, amikor inkább a korlátokat érezzük jobban. Tehát ez a befelé és távolra tekintés úgy érzem, hogy ennek a kiállításnak az egyik fő mondani valója. Tehát azokra is gondolunk, és
és tulajdonképpen az ő érdekükben rendeztük meg a kiállítást, akik bizony nagyon nehéz helyzetben vannak, szociálisan és egyéb okokból rászorulók. Rászorulók, és az ő karácsonyukat szeretnénk egy picit fényesebbé, egy picit örömtelibbé varázsolni.